A Kárpát-medencei magyar találkozót immár 9. alkalommal rendezték meg Maglódon. Az esemény jelentőségéről Tabányi Pál polgármestert kérdeztük. Az idén ez a 9. alkalom, hogy megrendezzük ezt a Kárpát-medencei magyar találkozót. 11 csapatunk van jelen pillanatban. Készülünk a 10-re, ahol még nagyobb durranásra számítunk. Mindenki díszvendég, de ezen belül van egy megkülönböztetett régió. Kárpátalja. Szeretnénk az ottani rászorulóknak egy kis segítséget, támogatást nyújtani az itteni adományokból. A benei polgárőrség vezetőjétől az ukrajnai kárpátaljai helyzetről is sok hasznos információt tudtunk meg, de a helyi toros húsról is sok érdekességet megtudhattunk. Sok ellentmondásos hír jelenik meg, nem lehet tudni pontosan, hogy mi az, ami igaz. Én arról tudok beszélni, amit mi átélünk ott Kárpátalján. Kárpátalján a helyzet jelenleg stabil, háborús szempontból, tehát a munkahelyek nyitva vannak, az emberek járnak, akinek megmaradt a munkája, boltok nyitva vannak, az gyerekek iskolába járnak. Ami változást lehet érezni, az egyrészt a fejekben található, tehát a nyugalom nincs, meg nem nehéz úgy találni egy témát, vagy egy társaságot, hogy egy percen belül ne a kelet-ukrajnai helyzet lenne a téma, hogy mi lesz, lesz háború, nem lesz háború, lesz munkahely, nem lesz munkahely, és ez idegileg egy kicsit felőrli az embert. A másik, ami nagyon nehéz, az pedig a pénzügyi helyzet, mert a tavalyihoz képest egyharmadára csökkent a nemzetközi piacon a grivnyának az ukrajnai pénzár, tehát amíg a tavaly ilyenkor egy dollár az 8 grivnyába került, az most egy dollár az 25 grivnya. Másrészt az árak nagyon-nagyon felmentek. Ez pontosan ennek köszönhető, hogy a grivnya ára ennyire leesett. Tehát nagyon sok minden duplájára emelkedett, a gázárnak még többszörösét is fogják emelni, és ugye úgy kapták meg az IMF kölcsönt, a hitelt, hogy befagyasztották a nyugdíjakat, a minimál béreket, az állami béreket. Tehát jelenleg, ha átszámolom a jelenlegi minimálbért, az 1220-30 grivnya, ez körülbelül ilyen 13-15 ezer forintnak felel meg, és hát abból nagyon nehéz ott meglenni, de még ennek is örülnek az emberek, mert a válság miatt nagyon sokan a munkájukat is elvesztették. A kárpátaljai magyarság megmaradásának milyenek az, mik az esélyei? Magyar iskolák működnek, a magyar óvodákba is járnak, a szülők beiratják a gyerekeket, az ottani magyar szervezetek harcolnak azért, hogy az oktatás meg tudjon maradni, tehát hogy a könyveket megkapják, és hát bízunk abban, hogy meg tudjuk tartani az iskoláinkat, egyházainkat, templomainkat. Milyen kárpátaljai ételt hoztak ide? Tavaly évben olyan sikert aratott a toros káposzta, vagy a toros hús a kárpátaljai, hogy arra kértek minket, hogy az idén szintén ezt készítsük el, úgyhogy a húst, hogy meg fogjuk kapni, az asszonyaink délre el fogják készíteni a toros húst, hát ugyanúgy készítik nálunk is, mint Magyarországon, természetesen lesz mellé kis tört krumpli hússal, és hát a fűszerezés az meg hadd maradjon meg a mi titkunk. Maglód székelyföldi testvérvárosa Lövéte is képviseltette magát a gasztronómiai eseményen, így aztán a televízión kamerája elé kértük a vendégtelepülés vezetőjét. 2001-ben jöttek a maglódiak Székelyföldre, hogy keressenek testvértelepülést Erdélyben. Három település volt nekik kinézve. Most is visszaemlékezem, Tabányi Pál, polgármester úr, akkor azt mondta, hogy hát aztán akkor lám jöjjünk Erdélyben, és Lövétére jöttek először, és nem mentek tovább. Így alakult ki a kapcsolat. Tehát Lövétén maradtak, most is felevelenítettük azt az időszakot, hogy miért nem mentetek tovább, polgármester úr? Hát nem mentek tovább. Megmaradtak Lövétén, és hál' Istennek kialakult egy olyan kapcsolat, ami nem csak önkormányzat, hanem tovább családokra lebontva, iskolára, különböző alintézményekre lebontva, tehát működik, és hál' Istennek tartsuk ezt a kapcsolatot. Milyen receptet hoztak, polgármester? A székelyföldi tudást hoztuk, úgymond. Tehát a székelyföldi régi, hagyományos disznóvágó tudásunkat hoztuk. Most ezt be is mutattuk, ugyebár láttuk, és akkor ezzel próbálunk részt venni az egész rendezvényen. A maglódi eseményről bővebb összefoglalónkat magazin műsorunkban tekinthetik meg.